Sok szeretettel köszöntöm a Művészváros nézőit! Mai adásunkban is érdekes kulturális témákat válogattunk össze önöknek, de hogy miket is, mutatjuk. Amiért a harang szól, Szentendrén is megemlékeztek a Nándorfehérváli diadalról. Babszem Jankó, a Zirano Színház vendég szerepelt a Gyerekteátrumon. Jazz Fesztivál, idén is három zenekar szórakoztatta a közönséget. A Nándorfehérvári diadalra emlékeztek a hétvégén Szentendrén is. A város volt az egyik helyszíne, az Amiért a harang szól kerékpáros zarándoklatnak. A Nándorfehérvári diadal a magyar-török háborúk egyik jelentős eseménye, amelynek során 1456. július 4 és 21 között a magyarok és szerbek Szirágyi Mihály vezetésével hűségesen védték Nándorfehérvár várát, II. Mehmed török szultán több mint 10 000-es túlerővel lévő ostromló seregével szemben. Majd július 22-én Hunyadi János vezetésével a vár melletti csatában legyőzték a törököket. Évek óta kerékpáros zarándoklattal emlékeznek az eseményre, melynek egyik állomása Szentendre. 550 évnél is régebbi az az idő, amikor Hunyadi János, Szilágyi Mihály, Kapisztrán János megmutatta a világnak, hogy a 3x-4x nagyobb török túlerővel szembe a magyarok micsoda erőt tudtak felvonultatni, és micsoda nagy bátorsággal verték vissza II. Mehmednek, a szultánnak a csapatait Nándorfehérvárnál. Július 22-e 2011 óta a parlamentnek olyan döntése született, hogy július 22-ét, vagyis keddi napra esik ebben az évben, a nándorfehérvári hősöknek az emlékére szenteljük. Mi itt hétvégén szoktuk ezt megünnepelni. A Túróci krónika szerint 400 000-en voltak a törökök, Bonfini 150 000 törökről számol be. Minden esetre mi, Hunyadi János, illetve a várba Szilágyi Mihály vezetésével jóval kevesebb magyarral, és Kapisztrán János keresztesei pedig nemzetközi sereggel próbálták Nándorfehérvárt, az ország kulcsát megvédeni. Amikor ezt a nagy harcot július 22-én győzelemre vitték, akkor azt mondhatjuk, hogy mi magyarok megvédtük a keresztény Európát, és erre nagyon örülök, hogy fiatalok is vannak itt köztünk mai napig, és reméljük az utódok is büszkék lesznek és büszkék lehetnek. A zarándoklat Budapestről indult. Aki a teljes távra vállalkozott, annak több mint 92 kilométert kellett bicikliznie. Az, aki szokott rendszeresen kerékpározni, nem kell olyan túl sokat, hiszen igaz, hogy 91-2 kilométer, de 7 pihenőhely van benne, 7 megállóhely, 7 frissítő állomásnak is felfoghatjuk, és így megtörve, így nem van nehéz. Én többször voltam az olimpiai ötpróbál, ahol több mint 80 kilométert kellett kerékpározni, egy szuszra, és abba se haltunk bele, de azért csak a Fakanál mellől azért az sok. Azért tartom fontosnak ezt az emléktúrát, mert a történelem tanításunk során ennek a jelentősége kimaradt. Nem azt mondom, hogy nem tanították, de nem úgy, ahogy kellett volna. Állandóan vesztes népnek állítanak be minket, holott ez egy olyan győzelem volt, ami mai napig több száz éve zengi egész világon, egész katolikus világon ezt a győzelmet, és a magyar emberek nem tudnak róla. A résztvevők a teljes táv mellett akár csak egy-egy szakaszhoz is csatlakozhattak. A Hunyadiak emlékezetére létrehozott kerékpáros zarándoklat dr. Sulek Ágoston nevét viseli. Miért jöttetek el a mai kerékpáros emléktúrára? Hát mert a nagyapámról van elnevezve, és ezen így jó részt venni az emlékére. És milyen gyakran szokták kerékpározni? Hát elég gyakran szoktam, így minden hónapban szoktunk a János egyik illatóhoz fölmenni, vagy az osztályjal, és ilyenek. Milyen emlékeket őrzöl a nagyapádról? Hát nagyon jókat, nagyon jókat. Nagyon szerettem, meg mindenki nagyon szerette. Hát... Sport szeretetét ő is beléd nevelte azért? Igen, igen, mindig mondta, hogy járjak sportra, atlétikára, próbáljak ki mindenféle sportot. A zarándokok Visegrádig kerekeztek el, majd a hegyen keresztül indultak vissza a Hősök terére.
A Zirános Színház vendégszerepelt a hétvégén a Gyermekteátrum színpadán, a Babszem Jankó történetét hozták el Szentendrére. A Zirános Színház tagjai végzett művészek, de mindannyian úgy tartják, hogy a gyerekektől tanulták a pályájuk során a legtöbbet. A Zirános Színház egy családi bábszínház. Hottón egy kis faluba él ez a család, ez a mi családunk, a feleségemmel tartjuk fenn ezt a színházat. Zalai megyei kis faluból jöttünk, és hát az előadásaink azok ott készülnek a mi kis próbatermünkben. A faluban él a tervező barátunk, aki tervezte ezt az előadást is, Boráros Szilárd nevű báb készítő és tervező. Az előadást azt Veres Andris barátunk írta és rendezte, aki egy báb rendező, itt él Budapesten. Ez a 2011-ben mutattuk be ezt az előadást, ott a mi kis falunkban, és onnan hoztuk ide Szentendrére a gyerekeknek. Az elsődleges szempont azok a kérdések, amik foglalkoztatnak minket. Ugye mivel család vagyunk, és van két gyermekünk, ezért sok kérdés feltevődik a neveléssel, az élettel, az életbe kilépéssel, és ezek a kérdések köré szerveződnek a mesék, meg azok a mesék, amik érdekelnek minket, és felkeltik a mi kíváncsiságunkat, vagy tudunk általuk közölni valami, amit mi gondolunk a világról. Ez egy ilyen vegyes, ezért vegyes a repertoárunk is. Különböző bábtechnikákat használunk, nem kötöttünk ki egy bábtechnikánál, vannak kesztyűs játékaink, ami most lesz, akkor van drótos marionett játékunk, van tárgyanimációs, ahhoz hasonló, akkor vannak maszkos játékaink, így vegyes minden, amit éppen a téma megkíván, azt a technikát választjuk ki a tervezővel, illetve a rendezővel, és így alakulnak ki az előadásaink. A hétvégén Babszem Jankó hiteles történetét élhették át a gyerekek, mindezt vásári kesztyűs bábjáték formájában, élőzenei kísérettel. Hopp! Ne fáradjon, édesapám! Majd én segítek! Hey, Jankó, tedd le! Oh, majd meglátja édesapám, hogy micsoda fanyűvést rendezek! Hey, Jankó, azt mondtam, tedd le! Majd meglátja édesapám, hogy micsoda fanyűvést lesz itt! Na, Jankó, tedd le! Na jó van, édesapám, leteszem. Na! Látja, milyen ügyesen letettem? Jaj, Jankó. Na. Hopp! Itt a fűrész, édesapám. Fogja meg a másik végét, aztán kezdődjék az a munka. Na, add ide, Jankó. Na, hey, Jankó, add már ide. Ne szertelejked. Bocsánat, édesapám. Na. Fogod a végét, édesfiam? Fogom, édesapám! No. Akkor húzd! Majd meglátja édesapám, hogy húzom. Jankó, ne szertelenkedj! Kicsi a borzsal is, mi édesapám? Jankó! Édesapám! Jankó. Jankó. Na. Édesapám! Ezt hallgassa meg, hogy mit írnak az újságba! Jankó, a fűrész az fűrész. Értem én, édesapám. No, a balta az balta. Igen? Az újság meg huncutság. Mi rendszeresen szoktunk járni, úgyhogy mi minden vasárnap visszatérünk ide. Szeretünk jönni, gyerekek nagyon élvezik, főleg ezeket a báb előadásokat. Úgyhogy most is lekötötte a kicsiket, a nagyobbik lányomat is, ahogy néztem, ő hátrébb ült, ő is figyelte. Úgyhogy szeretünk ide járni. Színvonalasak nagyon az előadások szerintem. Mi volt eddig a legjobb? Melyik előadás tetszett a legjobban? Hát így felnőtt fejjel nekem a Bolba Éva féle Jester Láncos koncert, ez nagyon jó volt, meg szerintem ez is nagyon jó volt most ez a Babszem Jankós előadás. Gerda, neked mi tetszett? Tetszett most a mese?
A gyerekteátrum következő előadása a hétvégén az Asszony című mese lesz nőkről és férfiakról. A történetet a Csavar Színház hozza el Szentendrére. Idén a Művészetmalomad otthont a Szentendrei nyár zenei programjainak. Paja Bea után a Jazz Fesztiválra várták az érdeklődőket. Nagy hagyománya van már a nyári jazz ünnepnek Szentendrén. Köszönhető ez a Borbély műhelynek. Tagjai küldetésüknek érzik, hogy népszerűsítsék a műfajt a városban. Ennek köszönhetően havonta klubokat is tartanak a Dunaparti Művelődési Házban. Koncerteznek és fesztiváloznak is hosszú évek óta. Igen, rendszeresek egyrészt a próbáink, másrészt ezek a havi klub események is tulajdonképpen az anyagok kipróbálására szánjuk, az új dolgokat bejátszuk, a lemezanyagot itt hallja először a közönség, tehát amire megjelenik a lemez vagy lemezbemutató koncert van, ők már összekacsintanak velünk és egymás közt. Ja igen, ez az, amit még egy évvel ezelőtt olyan rosszul játszottak lenne a klubban. Valóban egy ilyen dologra is számít, tehát ilyen dologra is felhasználjuk úgymond a klubot, de nagyon élvezük ezt a kis lehetőséget, hogy tudunk a saját közönségünk és a vendégek, mert hát persze mindig jönnek új és új arcok is, hogy nyugodtan kísérletezhetünk, próbálgathatunk dolgokat, egy-egy számot felveszünk egyestére, akár csak a repertoárhoz, mondjuk, hogy na, akkor meglepik a közönséget ezzel vagy azzal a számmal. És hát kiváló kollégáim Baló István, dobos, Horváth Balázs, Nagybőgős és Tálas Áron zongorista partnerek ebben, és hát ez a kvártett hogy mondjam, adja az alapját mindig a klubnak is, meg a fesztiválnak is. Amit most még a ma este kapcsán külön érdemes hangsúlyozni, Nagy János barátunk, aki a Monamó zenekarra közepe a Móna Mó, ez egy szójáték, ugye a Mókus Mó, Nagy János a zongorista és Mogyoró Kornél az ütőhangszeres. Nagy János volt az alapító tagja a zenekarunknak. Az első 2-3 évben ő játszott a Borbély műhelyben, aztán amikor számtalan zenekarát, produkcióit elkezdte nagyon komolyan csinálni, akkor már nem volt ideje erre, de a mai fesztiválon egy szám erejéig be fog szállni, és egy ilyen nosztalgikus Borbély műhely hangulat lesz most a fesztiválon is, Nagy János szongorista segítségével. Jó kérdés, mert a klubok mellett ugye volt 5 klubunk, január, február, március, április és május volt egy lemezben bemutató koncert. Persze elő szokott fordulni még a környéken, skanzenbe jutottam, ott fellépünk, de azt hiszem, hogy idén ez a 7. akkor ugye az 5 klub, este a lemezben bemutató a tavaszi fesztiválon volt, és most a fesztivál. De hát ha össze akarnám számolni, hogy az évek során anyadik, az nagyon sok lenne, mert számos más meghívás is adódott. Játszottunk már itt a Malomban, nem a nyári fesztivál keretében. A V8-as uszodában volt egy nagyon érdekes koncertünk, sőt, most már 2 volt, igen, tehát ez is egy érdekes helyszín volt. És hát tulajdonképpen azt tudom mondani, most már a kollégák is, akik egyébként valamennyien pestiek, ők is nagyon nagy kedvel jönnek ki Szentendrére, nem csak azért, hogy egy sétáltatjanak a Dunaparton, egy fagyit elnyaljanak, egy sört megigyanak, hanem hogy zenéjenek, vagy hogy épp koncertre ellátogassanak, vagy egy kiállítást megnézzenek. A műsorunk nagy részét az új lemezünknek az anyaga fogja adni. Ez a Hungarian Jazz Rhapsody a címe. Ez egy olyan értelemben érdekes lemez, hogy csak magyar szerzők dalai szerepelnek rajta, de nem a saját számaink. Az eddigi lemezeinken, meg általában az én lemezeimben, a különböző zenekarokkal a lemezek nagy részét nem a jazz standardek adják, hanem a saját számok. Ezen viszont régi magyar slágerek feldolgozásai vannak, illetve magyar jazz szerzők kollégák számai. Ebből játszunk, illetve egy-két olyan dolgot, amelyet talán már rég hallott a közönség, és ez a hangsúly azért mégis ezen az új lemezen van, hisz ez március közepén jelent meg, és ez még friss anyagnak számít, és nagyon, nagyon sokan kérdezik is, hogy áll a lemez, vagy mikor hallhatjuk. Tehát van, aki esetleg azért jön, nem járt el a klubban mondjuk, hanem csak a fesztiválra jön, ő biztos, hogy szeretné hallani ennek az anyagnak a nagy részét is. Úgyhogy ezt is ebben az 55-60 percben műsorra tűzzük. Thank you.
Egy viszonylag fiatal zenekar is bemutatkozott a Jazz Fesztiválon. A 2011 óta működő Monamo zenekar stílusa rendkívül sokszínű. Szirtes Edina mókus énekhangjának súlya és mélységei találkoznak a modern jazz idéző harmónia meneteivel és Nagy János billentyűs nosztalgiájával. A lemez ez év tavaszán jelent meg, még egyelőre csak digitális forgalomban, tehát ilyen letölthető a Deezeren és különböző ilyen portálokon, úgyhogy a fogyásról nem tudunk beszámolni, hát voltak már különböző koncertek. Ami az érdekesség a lemeznek, hogy elsősorban kortárs Körtök versei dolgozzuk fel, és Pokornilia is közreműködik ezen a lemezen. Miért gondolsz kilenc ragantalannak? Jelet látsz gyűlni a homlokomra? Te vagy magad ki jelenet vonja? Vigyázz, hogy fénybe vagy árba játsz. Mert fénye árnyat rád sugárzik. Miért gondolsz különc ragantalannak? Jelet látsz gyűlti a homlokomra. Te vagy magad ki jelent mondja. Az est utolsó fellépője a Liszt díjas dobos, zeneszerző tanár Kőszegi Imre volt, aki idén ünnepli 70. születésnapját.
Ebből az alkalomból pedig egy új formációt állított össze. A Szentendrei nyár következő programja a Francia Szerelem című műsor lesz, melynek előadója Horgas Eszter és a Talamba együttes. Ennyi fért a mai Művészvárosba. Jövő héten pénteken este 4-8-kor ismét várjuk majd Önöket kulturális híreinkkel. Addig is érdemes ellátogatni a tvszentendre.hu honlapra, ahol korábbi adásainkat is megtalálják. Köszönjük a figyelmüket, kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!